Nagyon izgalmas az idei év, mert a 10. jubileumi orgonatábor az, ahol a növendékeket köszönthettük, és bizony van olyan növendék is, aki mind a 10 alkalommal itt volt, és felcsepeledett az orgona mellett, és egyetemi egyéb tanulmányai mellett azóta sem hagyta abba az orgona tanulást, és ez egy nagyon nagy élmény, és azt gondolom, hogy példamutató a többi fiatal növendék számára is. Elképzelt ötletből gyümölcsös kertünk lett a gyermekek által, ami sok szép gyümölcsöt termett ebben a 10 évben. Az ötlet tulajdonképpen, hogy ökumenikus szemléletű legyen a tábor, hogy a felekezetek közötti békességet megteremtsük, és ezt tulajdonképpen a zene által lehet szerintem a legszebben megteremteni. És ez volt a cél, hogy a gyermekek annyira tudjanak orgonálni olyan szinten, és olyan szinten egyházzenei ismeretekkel rendelkezzenek, hogy akármelyik felekezetnél hely tudjanak állni a kántori szolgálatban. Ez alatt a 2 hét alatt, akik eddig nem találkoztak az orgonával, megismerkedtetnek a hangszerrel, és általában a hangszer elvarázsolja őket, így nekünk tanároknak tényleg csak a darabokra kell koncentrálni, illetve az orgona hangszer bemutatására, megismertetésére, mert a többit elvégzi maga az orgona. 12 gyermek volt. Azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem ritkán mondhatja el egy pedagógus magáról azt, hogy nem kell fegyelmeznie ebben a mai világban. Én azt mondom, hogy a 2 hét alatt egy mondat erejéig sem kellett fegyelmezni a gyerekeket, annyira komolyan vették mind a kirándulásokat, mind a liturgia órákat, mind az orgona ismeret órákat. Úgyhogy én nagyon elégedett vagyok ezzel a táborral. A zeneiskolában is voltunk egy pár napot, hogy azon az orgonán is egy kicsit jobban kiismerjék magukat a gyerekek, és hát sok orgonán láttunk magunk körül, sok orgonán játszottunk. Zamárdiba voltunk még, ahol egy francia barokk orgonát néztünk meg, és Balatonbogláron, ahol egy teljesen új építésű orgona van. Mitől olyan varázslatos ez a hangszer? Az egyik legrégebbi működő instrumentum, vagy működő gépnek is mondhatnám, hogyha éppen nem szépen akarom megfogalmazni, mert bizony már az 1400-as évekre elérte a technikai fejlődésének a maximumát, aztán persze épültek sokkal nagyobb hangszerek, de míg a népi hegedűből hegedű lett a barokkban, az orgona már teljes pompájában tündöklött, és hát bizony egy bonyolult gép, ami mégis lélekkel rendelkezik, és nehéz megszólaltatni, nagyon sok tudást meg kell ahhoz szerezni, hogy a játékos szépen tudja rajta játszani. Főként környékbeliek látogatnak el, akik itt élnek vagy nyaralnak éppen a Balatonnál, de köszönhetünk ma este is Budapestről érkezőt, illetve korábbi években is Paksról is érkeztek, ez a kisfiú is az idén is itt van és játszik nekünk, de aztán van, aki Pécs mellől jött korábban, úgyhogy azért vannak távolabbi látogatóink is. Vannak gyerekek, akik már kántorizálnak, igen, és helyettesítenek engem esküvőkön, tihanyba is játszanak, úgyhogy én azt gondolom, hogy igen, jó úton vagyunk.